Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Most segíts meg, Mária, új alatt szükségem, esetlék a húnak bajban, elosztottak annak alatt. Hol már elvegyem segítve, baterőnek körében, tűnj már a gyermekének, nem te soha nem vedetnek. Hol a szükség így a nagy, utasd meg, hogy vagyánkod. Most segíts meg, Mária, új alatt szükségem. Mindnyájan keresztény vértanúk, könyörögjön a helyére, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hát ismét szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye azt említettem, hogy a mostani tanévben, hogyha úgy tetszik, akkor egy kicsit az egyház történelmének a gócpontjait tekintjük át. Már csak azért is, mert ugye hát ez általában mindig kimarad a prédikációkból, kimarad a nagyon sokszor a hittanórák anyagából is, kimarad általában a hívek ismeret anyagából, pedig hát valójában az egyház történelme ugye folytatása az új szövetségnek, tehát ahol az apostolok cselekedete véget ér, ott folytatódik az egyháznak a történelme. És hát ugye a történelmet azért is tudnunk kell, hogy megerősödjünk a mi keresztény identitásunkban, hogy kik vagyunk, miért lehetünk büszkék arra, hogy keresztények, katolikusok vagyunk, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, hogy ugye büszkék is, hálásak legyünk mindarra, amit a Szentlélek Úristen művelt az egyházban az elmúlt 2000 év alatt, hogy megértsük a mai helyzetünket egy kicsit jobban, és hát nem utolsó sorban, hogy a számos és a mi korunkban is hát burjánzó, ugye egyház ellenes rágalmakat föloszlassuk, és képesek vagyunk megvédeni az egyházunkat, hitünket ért ugye támadásoktól az egyházat. Nos, a múlt alkalommal ugye egy kicsit a új szövetség forrásainak, elsősorban az evangéliumoknak a keletkezéséről, hitelességéről beszéltünk. Most pedig hát a keresztény üldözéseknek az időszakát, és mondhatjuk, hogy ez azért is volt olyan fontos időszak, mert az a körülbelül 1 millió áldozat, amelyek ugye az egyház életének első 300 évében ugye megtörténtek, azok voltak a zálogai annak, hogy a keresztény hit elterjedt az egész világon, hogy gyökeret vert a római birodalomban, és hogy képes volt megtéríteni az egyház az újonnan bejött ugye népeket is, akik a ma ugye az Európa nagy népeinek is egykor ugye ősi keresztény népeinek számítottak, de szóval sikerült ezeket a betörő barbárokat is a maga nyájába integrálni. Ez mind nem történhetett volna, hogyha nincsenek ezek az első keresztények, akik bátran ugye az életük árán is tanúskodtak a hitről, mert Tertullianus, aki egy fontos egyházi író a második században ugye úgy fogalmazott, hogy a vértanúk vére a keresztények magvetése. És hát én mindig azért szeretek párhuzamot vonni a mai korral is, ugye a 20. századot is nagyon sokan a vértanúk századának nevezték, és hát ugye igaz, hogy azóta azért az emberiségnek az összlétszáma megnövekedett, de mondjuk az első 300 évben 1 millió áldozat volt, és ugye hát csak a kommunizmus alatt körülbelül 100 millió áldozat, aminek egy jelentős része ugye keresztény, és olyan, aki a hitért áldozta fel az életét. A dzsihadisták által ugye 270 millióan vesztek el, és hát ebből a számítások szerint valami 67 millió keresztény. Tehát ugye nagyon-nagyon megszaporodott a vértanúknak a száma, és a mikorunkban is folyamatosan omlik az vértanúk vére, és ezt ugye Márfi Gyula, veszprémi érsek úr előadásából veszem ezeket az adatokat, hogy noha jelenleg a világ összlakosságának mintegy 34%-a keresztény,
Mégis a vallási alapon történt gyilkosságoknak a háromnegyede a keresztények ellen irányul. Tehát azt kell mondanunk, hogy napjainkban is a keresztény vallás az a legveszélyeztetettebb, legüldözöttebb az összes vallás közül. Nos hát, nézzük akkor először egy, ugye mindig érdemes kortörténeti dokumentumokhoz, korabeli dokumentumokhoz folyamodni, hogyha meg akarjuk ismerni egy kornak a szellemét, az általános állapotát. Tehát, hogy hogyan is éltek ezek az első keresztények az ellenséges lelkületű, ellenséges, velük szemben ellenséges római birodalomban, mutatja egy második századi levél, amelynek a szerzője ismeretlen, úgy ismerjük, mint a Diognétoszhoz írt levelet. És így beszél a keresztények életéről. A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, melyekben, mint sajátjukban laknának. Nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos rájuk jellemző életmódjuk. Nem gondolkodás és bölcselkedés révén jöttek rá a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatásai által, nem is emberi tételeket tanítanak, vallanak, mint mások. Görög és barbár városokban egyformán laknak. Kinek mi jutott osztályrészül étkezés és öltözködés tekintetében, alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, s az élet egyéb területén mutatkozik a közösségi életük alkotmánya különösnek és elismerten meglepőnek. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként. Mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek. Bárhol idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. Mint mindenki más, házasodnak, gyermekeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Közös az asztal, melyhez letelepednek, de nem közös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, de mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket, halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények és sokakat gazdagítanak. Mindenben szűkölködnek, és mindenben bővelkednek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőlnek, káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, sőt áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jótevők, akiket gonosztevőként büntetnek, amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint az, akik életre támadtak. A zsidók küzdenek ellenük, mint tőlük idegenek ellen. A görögök üldözik őket, de akik gyűlölik őket, nem tudják megmondani a gyűlöletük okát. Egészen egyszerűen, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. A lélek is a testben lakik, de nem a testből való. A keresztények is a világban vannak, de nem e világból valók. Láthatatlan a lélek, melyet a látható test börtönöz be. A keresztényeket is úgy lehet megismerni, mint akik a világban vannak, de vallásuk láthatatlan marad. A test gyűlöli a lelket és küzd ellene. Noha a lélek nem követel ellene semmi igazságtalanságot, csak akadályozza a gyönyörök élvezetében. A világ is gyűlöli a keresztényeket, akik semmilyen igaztalanságot nem követnek el, csak ellenállnak gyönyöreinek. A lélek szereti a testet, mely őt gyűlöli, és a test tagjait is, a keresztények is szeretik azokat, akik gyűlölik őket. A lélek ugyan a testbe van zárva, de a lélek tartja össze a testet. Így vannak a keresztények is, a világban vannak zárva, mint börtönbe, de mégis ők tartják össze a világot. Halhatatlan a lélek, mely halandó hajlékban lakik. A keresztények is mulandó dolgok közepette zarándokolnak,
A mennyben várják a romolhatatlanságot. Ha étel és ital dolgában mostohán bánnak vele, a lélek jobbá válik. A keresztények is sokasodnak, noha naponta üldözik őket. Isten rendelte őket erre a helyre, nem lenne illendő elhagyniuk azt. Eddig a Diognétoszhoz írt levél. Tehát ugye nem a külsőségekben különböznek a keresztények, ha csak nem az erkölcseiknek a kiválósága által. Ugye már akkor is a római birodalmat pusztította az, ami a mi kultúránkat is, mint például az erkölcstelen élet, ugye? Nem véletlenül mondja, hogy közös az asztaluk, de az ágyuk nem. Tehát a paráznasságnak ellenállnak, nem vetik el a magzataikat, ugye, az abortusz akkor is már, ugye, igen, rontotta a közerkölcsöket és a társadalom életét veszélyeztette. Tudjuk a korabeli történelmi forrásokban, hogy a homoszexualitástól elkezdve mindenfajta ilyen szexuális perverziók szintén úgy teljesen alásták a római birodalomnak az életét, erkölcseit. És a keresztények ezt elutasítják, ugye egyfajta provokációt jelent az ő tiszta életük, és habár ők mindenkivel jót tesznek, mégis gyűlölik őket, és el akarják őket pusztítani. Ugye hát, mik is voltak a vádak a keresztények ellen? Van, ami teljesen képtelenségnek hat, például ugye azt még megértjük, hogy államellenesség is felségsértés, ugye? Mert hát ugye a római államnak az alapja volt a császárnak a tisztelete, sőt, Istenként való tisztelete, és mivel a keresztények ezt ugye elutasították radikálisan, ezért felségsértés, államellenesség volt a vád, és ugyebár ez a bizonyos crimen lese majestatis, tehát a fölségsértés vádja, az ugye mindig is halálos büntetést vont maga után. De hát például mit szóljunk ahhoz, hogy a keresztényeket ateistának nevezték? Ugye azért tartották őket ateistának, mert elutasították a létező vallásokat és azoknak az istenségeit. Ugye ez nagyon hasonló a mai multikulturalizmushoz, ugye, hát azt mondják az egyház atyák, hogy Róma, ugye, mint az egész világnak a feje, az akkori civilizált világnak a központja, magába olvasztotta az egész világ tévedéseit, és az egész világ bálványait magához ölelte, és azt gondolta, hogy ez az ő ereje, hogy ezek mind ugye ilyen színfoltok a palettán, amelyek gazdagabbá teszik a belső életét, és azzal semmi probléma nem lenne, hogyha, tehát jó van, mondjuk ezt a názereti Jézust is befogadjuk az Istenek panteonjába, ugye. Hát egyel több vagy kevesebb, nem osz, nem szoroz, nekünk ugyan mindegy. De hát az, hogy ugye a keresztények azt mondták, hogy igen, de akkor a többi Istent nem csak, hogy mi nem fogadjuk el, hanem nektek sem szabad elfogadni a többi Istent és a többi kultuszt. Na ez volt a botrány, ez volt az ateizmus, amit ugye hát a szemükre hánytak, és hát ez volt az az ok, ami miatt végül is államellenesnek tekintették az első keresztényeket. Ugye hát ma is gyakorlatilag az, hogy hát a sok-sok vallás, ideológia, babona és szellemi áramlat között út van a keresztény hit is. Ugye hát ezt még elfogadná a világ a tolerancia jegyében, hogy ez is ugye egy színfolt. De hát az, hogy mi azt mondjuk, hogy ez az igazság, a nagybetűs igazság, az egyetlen igazság, és ami ezzel szemben áll, ez tévedés, ezt el kell vetni, na ez a botrány a világ szemében, mind a mai napig, ugye. Tehát a világ azért nem olyan sokat változott a lényegét tekintve. Aztán ugye hát vád volt még a titkosság, ugye mivel hogy ugye liturgiát azt általában titokban végezték, vagy házaknál, vagy katakombákban. Titkosságnak az oka nyilván az volt, hogy hát nem akarták, hogy pogányok is oda behatoljanak, megszavarják a liturgia szentségét, bensőségességét, és hát az üldözések idején nyilván a liturgia végzés is államellenes tevékenységnek számított. Aztán ugye azzal vádolták őket, hogy gyújtogatók,
Még ezt is meglátjuk, hogy miért. Azzal is, hogy embergyűlölők, sőt, hogy emberevők is vérfertőzők. Ugye a vérfertőzés vágya az onnan ered, hogy ugye testvérnek nevezték egymást a keresztények, és hiába mondja itt, hogy az ágyuk nem volt közös, mégis ugye beleolvastak mindenféle szemétséget, ugye ki hogy él, úgy ítél, hát ők is beleolvasták ezt a keresztényeknek az életébe, és hát az emberevés az pedig onnan ered, hogy hát értesültek arról, hogy egy bizonyos Krisztusnak a testét is, vérét ugye osztják és fogyasztják el ezeken a titkos éjszakai összejöveteleken, aki ugye hát köztudottan egy elítélt bűnöző volt, akit Pilátus keresztre feszítettek, tehát valamilyen módon hullaevés, vagy valamilyen extrém dolog jutott eszükbe ugye a rómaiaknak erről. Habár majd meglátjuk, hogy az egyik vértanú, ugye vértanúként végezte életét, Justinus filozófus, leírta Marcus Aurelius császárnak nagy vonalakban, hogy mi történik ezeken az éjszakai összejöveteleken. Mégis nem volt elég ugye ez a magyarázat, hogy ezeket a hamis vádakat eloszlassa. És ugye hát miért voltak éjszaka ezek az összejövetelek? Hát ugye nekünk könnyű azzal, hogy a vasárnap ugye jó esetben munkaszüneti nap, de 321-ig nem volt munkaszüneti nap, hanem ugye vasárnap hajnalban menni kellett a munkába. És bizony, mivel hogy ugye a szentmise az nem egy vagy másfél óra volt, mint manapság, hanem ugye volt egy hosszú vigília, egy virasztás, mondjuk a mai matutinumnak felelne meg, tehát olvasmányok, imádságok, prédikáció, ugye emlékezzük vissza az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál apostol olyan hosszan tartja az éjszakai virasztást, hogy az egyik fiatalember elalszik, és kiesik az ablakon, az emeletről, és utána ugye Pál oda megy, föltámasztja, és folytatja a vigíliát, mintha mi se történt volna, ugye? És hát hajnalban történt a kenyértörés, tehát maga az eukarisztikus rész, az áldozati rész, és aztán a szent áldozás után kiki ment a hétköznapi munkájára, tehát ezért kellett éjszaka tartani ezeket. Na most ugye azt nem szabad úgy gondolnunk, hogy 300 évig egyfolytában mindenkit kinyírtak, aki kereszténynek bizonyult. Tehát nem folyamatosan voltak ezek az üldözések, hanem hullámokban jelentkeztek, tehát voltak viszonylag hosszú periódusok, amikor békében élhettek, és más is más volt a jellege ezeknek az üldözéseknek, úgyhogy három fő szakaszt különböztetünk meg. Az első szakasz az a spontán üldözés. Néró császár nevéhez kapcsolódik, ugye hát én nem vagyok ókori történész vagy klasszika filológus, de azért azt hiszem, hogy mindnyájan hallottunk már Néróról elég hajmeresztő dolgokat, hogy az egy közveszélyes pszichopata volt, ugye, aki valamilyen módon a császári trónusra kerül, ugye hát a családja nagy részét azt kegyetlenül kinyíratta, meg hát voltak neki még ilyen furcsa szokásai, mint amikor a lovát szenátorrá nevezte ki, meg hasonló dolgok, ugye. Hát ugye most utólag nagyon nehéz ezt megállapítani, hogy mennyire objektívak ezek a rémhírek, de a legbrutálisabb, legperverzebb dolgokat is ugye neki tulajdonítják, és hát ugye azt tudjuk, a korabeli történetíró Tacitus Annales című művéből, Évkönyvek című művéből, hogy ugye hát a gyújtogatás vágya ezt tőle ered. Mert hogy ugye Róma városának a szegény negyedeit, a szegények által lakta részét fölgyújtatta, ugye hát a fáma szerint azért, mert meg akarta énekelni Róma ugye pusztulását, mint ahogy más költők is megénekeltek nagyvárosok ugye pusztulásait, és hát ugye ezért kellett neki a látvány, hogy megihlesse őt, mivel hogy nagy költőnek tartotta magát, ugye hát a Quo Vadis filmből, egy regényből ezeket ismerhetjük, és ugye miután a népharag kereste ugye a tűzvésznek az okozóját, akkor áthárította a felelősséget az amúgy is gyűlölt keresztényekre. Hát ugye, hogy hogyan végzett a keresztényekkel, így ír erről Tacitus.
Először azokat fogdosták össze, akik vallottak, hogy ők keresztények. Majd az ő vallomásuk alapján a hatalmas sokaságra nem is annyira a gyújtogatás vágyát, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket még csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák barcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és amikor bealkonyodott, meggyújtva, éjszakai világításul lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta fel e látványosság céljára, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsis ruhába öltözve a nép közé vegyült, vagy kocsira szállott. Ebből bár bűnösök voltak, és a legsúlyosabb büntetést is megérdemelték a keresztények, szánalom támadt, mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett pusztulniuk. Ugye, tehát egy nagy-nagy showman volt ez a Néró, és hát ezt a kerti bulit úgy tette emlékezetessé, hogy a keresztre feszített keresztényeket leöntötte szurokkal, és meggyújtotta, hogy éjjeli fákjaként ugye világítsanak a vendégeknek. Ugye, hát szóval ez a Tacitus egy hiteles forrás, aki erről beszél, és hát ugye ennek az első szakasznak az áldozatai az főapostolok is, ugye Szent Péter és Pál, Krisztus után 64-ben haltak meg, ugye tudjuk a történetet, ugye, hogy Pált, mivel hogy római polgár volt, nem feszítették keresztre, hanem a méltóság teljes halált ajánlották föl neki, vagyis a lefejezést. Pétert ellenben keresztre feszítették, ugye a Vatikán domtól nem messze, és hát ismerjük a ugye, történetét, hogy fejjel lefelé saját kérésére, mert hogy nem tartotta magát méltónak, hogy úgy halljon meg, mint az ő ura, akit ő háromszor is megtagadott, és ez a bűnbánat mindvégig a szívében élt, hogy neki vezekelnie kell ezért. Ugye szóval a főapostolok azután ugye hát ennek a szakasznak az áldozatául esett például antiohiai Szent Ignác, az egyik legfontosabb apostoli atya. Ezek az apostoli atyák azok a tanítók, akik még az apostolokat látták, vagy valami személyes kapcsolatban voltak az apostolokkal. Hát Szent Ignácról mondják azt, hogy a legenda ugye azt tartja, hogy ő volt az a gyermek, akit az Úr Jézus az ölébe vett, és azt mondta, hogy ha nem lesztek, mint ez a gyermek, akkor nem fogtok bejutni az Isten országába. Ugye egyébként Szent János apostol tanítványa volt, és már öregkorában ítélték halálra, és miközben ugye hát Szíriából, Antiohiából, Rómába hurcolták, 7 levelet írt azoknak az egyházközségeknek, akiknek a küldötteit jöttek az ő köszöntésére. Nagyon-nagyon szépek ezek a levelek, a mai napig olvashatók. Ugye? És Ignác érdekes, hogy felajánlották sokan, ugye megsajnálták az öreg embert, és hát felajánlották, hogy ők majd közben járnak a császári udvarnál, hogy ne kelljen a vadállatok elé kerülnie, és Ignác könyörög, hogy ne tegyetek nekem alkalmatlan szívességet, mert Isten gabonája vagyok, akit a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak. Engedjétek, hogy Istenem szenvedésének utánszója legyek. Akiben ő van, az megérti, amit akarok. Érezzen együtt velem, tudván mi ösztönöz engem. Tehát valóban büszkén mentek a halálba, és hát ugye a vértanú akták, amelyek leírják ezeket a vértanú halálokat, és a pert is, ami megelőzte, ezek arról tanúskodnak, hogy hát nekik ez megtiszteltetés volt, hogy a nyilvánosság előtt tanúságot tegyenek, és hát egész eukarisztikus imákat mondanak, liturgikus szövegeket mondanak a halál előtt, amivel fölajánlják az életüket ugye Krisztusnak, és tudatosan egyesülnek Krisztus szenvedésével a Szent Vértanúk. Aztán ugye tudjuk, hogy az apostolok mind ebben az első szakaszban ugye életüket áldozták, János kivételével, aki az egyetlen nem vértanú apostol, őt ugye 95 körül Domiciánus császár száműzte Patmosz szigetére, Görögországba, és ott ugye hát
megírja a hagyomány szerint a jelenések könyvét is, hát öreg korában hal meg, közel 100 éves aggastyánként, meg hát ugye előtte különböző módon ugye kínozzák, például Rómában, ma is megvan a Porta Latinánál, a Róma latin kapujánál, a San Giovanni Oleo, egy ilyen kerek kis kápolna, ahol a hagyomány szerint olajban főzték, és a legenda szerint hát ugye úgy jött ki a forró olajból, hogy még frissebb és még fiatalabb volt a bőre, mint azelőtt. De nem ajánlom senkinek ezt a fiatalítási módszert, ugye. Meg hát ugye az is az ő legendájához tartozik, hogy ugye próbálták őt ugye mérgezett borral is megölni, illetve hát egy ilyen alkut ajánlottak föl neki, hogy ha a te Krisztusod azt mondta, hogy mérgezett italt isznak is nem árt neki, hát akkor most lássuk, hogy meg kimered-e inni ezt a mérgezett kelyhet. És ugye kimerte inni, előtte ugye megáldotta, és hát nem történt semmi baja, és innen ered ugye a borszentelés Szent János apostol napján, ugye karácsony harmad napján. A következő szakasza az üldözéseknek az a feljelentés alapján történő üldözés. Ugye az üldöző császárok neve Trajanus, Hadrianus, Marcus Aurelius, Septimius Severus. Az áldozatok között van az előbb említett Szent Justinos, aki ugye hiába írta meg Marcus Aureliusnak az apológiát, ugye a hitvédelmi művét, ahol leírja az eukarisztiát is, leírja a keresztelés szertartását is. Nem fogott ugye ez a védelem, hanem őt is kivégezték. Utána ugye például a Szent Perpétua és Felicitas, egy római matróna is, ugye az afrikai rabszolgalánya, aki ugye hát éppen gyermeknek adott életet, és hát amint megszülte a gyermeket, azonnal kivégezték, ugye, és a nagyon megrendítő az ő életrajzában, hogy könyörög neki az apja, hogy kíméld a gyermekedet, akit most szültél, tagad meg Krisztust is, mesd meg az életedet. És azt mondja a Szent Vértanú, hogy én inkább szeretném, hogy a gyermekem azt tudja rólam, hogy neki olyan bátor anyja volt, aki az életét sem kímélte Krisztusért, és ez sokkal nagyobb hasznára lesz, mint az, hogyha tudja, hogy az anyja megtagadta a hitét azért, mert féltette a kisföldi életét, ugye, és vállalja a vértanúságot. Nos, hát ugye itt a följelentés alapján szintén van egy történelmi dokumentum, ifja Plinius, Bitűnia tartomány kormányzója 113-ban beszámolt Trajanus császárnak a keresztények létéről, és utasítást kér, hogy mit kell velük tenni. Azt mondja, hogy a keresztények meghatározott napon, napkelte előtt össze szoktak gyűlni, és Krisztusnak, mint Istennek váltakozva énekeket zengeni. Váltakozva énekeket zengeni. Olyan, mint a zsolozsma, mint a zsoltározás. Tehát milyen régóta csináljuk ezt ilyen módon. Na, esküvel is kötelezik magukat, nem valami bűnre, hanem arra, hogy lopást, házasságtörést nem követnek el, szavukat meg nem szegik, és a rájuk bízott jószágot le nem tagadják. A dolog megérdemli figyelmedet, főleg az érdekeltek nagy száma miatt. Mert minden korból, minden rangból, mindkét nemből igen sokan vannak érdekelve ebben az ügyben. E babonának járványa nem csak a városokban, hanem a falvakban is, a tanyákon is elterjed, úgy látszik azonban még mindig lehetséges megállítani és megszüntetni. Tehát Plinius nem barátja a keresztényeknek, de hát aggasztja őt az, hogy ezek nagyon-nagyon szaporodnak, és ugye eredetileg inkább városi jellege volt a kereszténységnek, itt viszont már a falvakban is, a tanyákon is jelen vannak a hívek. Trajanus császár válasza. Felkutatni nem kell őket, de ha előállítatnak és vádoltatnak, meg kell büntetni őket, ha azonban valaki tagadja, hogy keresztény, és ezt ki is nyilvánítja, vagyis áldoz az isteneknek, habár múltja miatt gyanussá vált, megbánása miatt nyerjen bocsánatot. A névtelen feljelentéseket pedig semmiféle bűnperben sem kell figyelembe venni. Ez nagyon rossz szokás, és nem a mi századunkba való. Hát ugye, ma is ez a jó szokás, hogy a névtelen feljelentéseknek a kukában a helye, de hát a
nevesített feljelentéseket ki kell vizsgálni. És ugye hát itt jelenik meg az a szomorú jelenség, hogy sokan nem elég bátrak, hogy a hitüket megvallják, hanem megtagadják ilyen vagy olyan módon. Ezek a bukottak, a lapszik. Na most a lapsziknak három fajtája van. Vannak, akik bemutatják az áldozatot. Nem kellett hozzá sok, ugye ott van a császár szobra, néhány szem tömjén kell szórni a parázsra, és megvan. Ennyi az egész. De hát ez azt jelentette, hogy megtagadtam a hitemet. Ezek az úgynevezett turifikáti, akik ugye tömjéneztek a császár szobra alatt. Aztán vannak olyanok, akik nagyon rafináltak voltak, és ugye mindenféle állami hivatalnokok között barátokat kerestek, hogy állítsanak ki nekik hamis igazolást, ők nem fognak áldozatot bemutatni, de kapjanak egy hamis igazolást, amit a hatóság előtt bemutatnak. Ezek az úgynevezett libellatici. Van egy kis szöveg is, egy ilyen pogány áldozatot bemutató írás 250-ből. Azt mondja az a igazolás. Az áldozatok felügyeletére rendelt bizottságnak a Teadelfia palubeli Aurelia Bellias Péteres lányától és az ő lánya Kapinisztól. Mindig áldoztam és megadtam a tiszteletet az isteneknek, most pedig jelenlétetekben a rendelkezéseknek megfelelően ital, majd égő áldozatot mutattam be és ettem az áldozati húsból. Kérlek titeket, hogy ezt tanúsítsátok. A tanúk aláírása, mi Aurelius Serenus és Aurelius Hermas láttuk, amint áldoztál. Tehát egy ilyen igazolás kellett. Ahhoz, hogy békén hagyják őket. És voltak olyanok is, akik ugye, hát főleg papok lévén kiszolgáltatták a szent könyveket. Vagy ugye, hát az új szövetség bizonyos iratait, vagy pedig a liturgikus szövegeket, amelyek akkor már kezdenek ugye szöveges formát ölteni. Tehát ezek a traditores, az árulók, akik a hatóságnak kiszolgáltatják ezeket a szövegeket. Aztán ugye, hát később megjelenik a gond, hogy ugye megszűnik a üldözés hulláma, jön egy békés időszak, és ezek az árulók vissza akarnak térni az egyházba. Hát most mi legyen velük? Visszafogadjuk? Milyen elégtétel szabjunk ki nekik? Mert ugye akkoriban még a bűnbánati fegyelem az nem úgy megy, mint manapság, tehát a fülgyónás az a 8. századig nem létezik. Tehát nyilvánosan kell bűnt vallani és vezekelni. Na de ugye, hát sokan azt gondolják, hogy ha valaki egyszer már megkeresztelkedett felnőtt fejjel, akkor az ne kövessen el halálos bűnt. Akkor többet nincs lehetőség a föloldozásra, vagy legfőjebb, hogyha nagyon lazák vagyunk, akkor egyszer az életben még lehet halálos bűn alól föloldozást nyerni. Na hát ugye, aztán ugye egyesek azt mondják, hogy inkább nem fogadjuk vissza az árulókat, akárhogy is bánják, nincs több bocsánat. És hát ugye, mivel hogy a pápák egyre inkább arra az pártra állnak, hogy akik kellően megbánták és vezekelnek, tehát évekig komolyan ugye bűnbánatot tanúsítanak, azokat vissza lehet fogadni, akkor is, ha megtagadták a hitüket, és ezt a ugye engedékenyebb pozíciót több eretnek nem fogadja el, és elszakadnak az egyháztól, például a montanisták, a donatisták, vagy a novaciánusok, akiknek a vezetője a novátusz, ellenpápaként ugye jelenik meg, és a törvényes pápával szemben egy tiszta szent egyházat alapít, ahol csak a tökéletesek és a bűntelenek vannak jelen. Ugye, tehát a donatistáknak is ez a veszőparipája, hogy aki súlyos bűnt követ el, az többet soha nem lehet az egyház tagja, és az a pap, aki súlyos bűnt követett el, az többé nem szolgáltatja ki az érvényesen a szentségeket. Tehát csak a bűntelenek tartozhatnak az egyházhoz, és ezt az egyház tanító hivatala nem fogadja el. Hanem azt mondja, hogy a kellő, őszinte bűnbánat és vezeklés lehetőséget ad a föloldozásra. És a harmadik szakasz, ugye, a legsúlyosabb szakasz a keresztény üldözésben, nyomozás alapján, tehát most már felkutatják a házakat, a családokat, és mindenfajta följelentést figyelembe vesznek, és ugye nyomoznak tudatosan
az emberek után, és kényszerítik őket a nyilvános áldozat bemutatásra. Ugye olyan császárok tartoznak az üldözők közé, mint Décius, Valerianus, Diocletianus, akinek a korábban már csoportos kivégzések is előfordulnak. Hát az áldozatok pedig ugye számos pápa, például Szent Fábián, első Szent István, második Szent Sixtus, és utána ugye ilyen, vagy Marcellin, Szent Marcellinus pápa, püspökök is, mint a karthágói Szent Ciprián, aztán ugye ide tartozik például a Szent Lőrinc is, aki, mint tudjuk, ugye diakónusa volt a második Szent Sixtus pápának, és ugye van ez a nagyon szép legendája, hogy miután a misézés közben elhurcolták a pápát a katakombákból, ugye hát Lőrinc kétségbe esik, hogy atyám, hova mész a te szolgád nélkül? Soha nem mutattad be az áldozatot nélkülem. És most, amikor önmagadat áldozod föl, most engem elhagysz. És azt mondja nekik Sixtus pápa, hogy fiam, nem hagylak el, de rád súlyosabb csata vár, súlyosabb harc vár, menj, oszd szét az egyház vagyonát a szegényeknek, és 3 nap múlva te is követni fogsz engem. És ugye hát Lőrinc meg is teszi, amit a pápa kért, és amikor a rómaiak ugye kérik tőle, hogy adja ki az egyház kincseit, akkor elővezeti a szegényeket, és azt mondja, hogy íme ők az egyház kincsei. És hát persze, hogy ez csak olaj volt a tűzre, úgyhogy elevenen megégetik ugye a rostélyon, és hát itt van az a szép elem az legendájában, hogy még viccelődni is tudott, hogy a jobb oldalon már megsült, most már a bal oldalamra fordíthattok, és hát az a nagyon szép, a zsolozsmájában van az az antifóna, hogy nincs sötétség az én éjszakámban, hiszen minden verőfényben ragyog. Tehát így élte meg a saját vértanú halálát. Aztán ugye egészen, kicsi, erőtlen gyermekek is áldozatul esnek, például a 12 éves Pongrác, Pankrácius, vagy például a 13 éves Ágnes. Illetve római katonák is vannak, akik meg kell, hogy vallják a hitüket, mint amilyen ugye az halálra nyilazott Szent Sebestyén, vagy akár ugye a Szent György vértanú. Számos ilyen kató, vagy éppen ma van az ünnepe Szent Dömötör vértanúnak, aki Tesszalonikában van, ugye, akik hát, mint a hadsereg tagjai, hát végképp súlyos büntetésben részesültek az árulásuk miatt, ugye, ahogyan ezt értelmezték. Egyébként a vértanúknak a szenvedéséről ugye általában följegyzést készítenek, illetve próbálják megszerezni a bírósági per aktáit. Tehát olvashatjuk a mai napig a vértanú aktákat, vértanú legendákat, és ugye a nevüket följegyzik a naptárba, így születik ugye a kalendárium, az egyháznak a szent jegyzéke. A haláluk napján megemlékeznek róluk, úgyhogy ugye a sírjuk fölött miséznek, és hát szentként tisztelik őket, a közbenjárásukat kérik, ugye. Tehát itt jelenik meg a szentek kultusza, először csak a vértanúkat tisztelik szentként, utána Túri Szent Mártontól elkezdve a 4. századtól már a nem vértanúkat is, ugye, akik a hitüket hősiesen megvallották, szentként tisztelik. Na most ugye, hát itt van egy ilyen bírósági akta például, Krisztus után 180-ban keletkezett, és az egyik legelső latin nyelvű keresztény irodalmi emlék. Présencnek másodízben és Claudiusnak konzulsága idején, július 17-én Karthágóban törvényszék elé voltak idézve Speratus, Narcellus, Citinus, Donata, Secunda és Restia. Saturninus prokonzul így szólt, urunknak, császáruknak kegyelmét megnyerhetitek, ha észet értek. Speratus felelte. Soha rosszat nem tettünk, semmilyen gazsághoz segédkezet nem nyújtottunk, sosem átkozódtunk, hanem a rosszért is hálálkodtunk. Mi tiszteljük a császárt, mint császárt, nem mint Istent. Saturninus prokonzul szólt, mi is vallásosak vagyunk, és egyszerű a mi vallásunk. Esküszünk a mi urunk, császárunk géniuszára, üdvért könyörgünk, ezt nektek is meg kell tennetek. Speratus felelte.
Én ennek a világnak uraságát nem ismerem, hanem igenis szolgálok annak az Istennek, akit ember sohasem látott, és ezekkel a szemekkel nem is láthat. Lopást nem követünk el. Ha pedig vásároltam valamit, megfizetem az adóját, mert ismerem uramat, a királyok királyát, és az egész világ uralkodóját. Saturninus prokonzul szólt Speratushoz. Megmaradsz-e a kereszténységben? Speratus felelte, keresztény vagyok. És mindnyájan hozzájárultak. Saturninus prokonzul tábláról felolvasta az ítéletet. Speratus Narzalus Citinus Donata Vestia Secunda és a többiek, akik megvallották, hogy keresztény szertartások szerint élnek, mert bár mód volt nekik adva visszatérni a rómaiak szabályára, mégis makacsul megátalkodtak, ezennel kard általi halálra ítéltetnek. Speratus mondotta, Istennek legyen hála. Mindnyájan mondották, Istennek legyen hála. És így mindnyájan egy időben részesültek a vértanúság koronájában, és uralkodnak az atyával és fiúval és a Szentlélekkel örökkön örökké. Amen. Ez már egy liturgikus záradék. Nekem a kedvenc záradékom a vértanú aktákon azt mondja, hogy történt mindez Trajánus császár, amikor Trajánus császár ült Róma trónján, de amikor a mi Urunk Jézus Krisztus uralkodott mind örökkön örökké. Tehát azt tudták, hogy te császár, te ideig óráig itt ülsz ezen a trónon, utána éppen olyan sorsod lesz, mint az összes többi halandónak, de a mi Urunk Jézus Krisztus az uralkodik. Fölötted is, fölöttünk is, és mi érte halunk meg. Na és most így... ugye aztán földolgozzák az életüket, az egyik legszebb, leglíraibb, amikor Szent Ambrus milánói püspök ugye prédikál Szent Ágnesről, a római leányzóról, aki ugye a 4. században halt meg, és a következőt írja, tehát Szent Ambrus prédikációjából idézek. Szűznek van születésnapja, érintetlenségét kövessük. Vértanú mennyei születésnapja van, áldozatot ajánljunk fel. Szent Ágnes mennyei születésnapja van. A hagyomány szerint 12 éves korában jutott a vértanúságra. Annál szörnyűbb ez a kegyetlenség, amely még a zsenge kornak sem irgalmazott, de mennyivel nagyszerűbb a hit ereje, amely még ebben a korban is tanúságot tudott tenni. Volt-e még sebezhető hely azon a gyenge kis testen? Mégis volt mivel legyőzni azt a kardot, amely szinte alig tudta hol megsebezni. Az ő korabeli lányok még a szüleik egy görbe tekintetét sem igen tudják elviselni. Még egy tűzszúrástól is sírva fakadnak, mint valami sebesüléstől. Ő még a véreskező hóhérok között sem fél. Mozdulatlan állja csikorgó láncok nehéz rángatását. Oda tárja egész testét a dühöngő hóhér kardja elé. Még azt sem tudja, mi a halál, de már kész elfogadni. Amikor pedig mágjára hurcolják, a lángok között Krisztusnak nyújtja kezét, és győzedelmes urunk diadal jelével szenteli meg azt a szentségtelen oltárt. Hiába tették nyakát is két kezét vasbilincsbe, gyenge tagjait az semmiképpen sem tudta összeszorítani. Újfajta vértanúság. Büntető kínokra még gyönge, de a győzelemre már érett volt. Alig tudott harcolni, mégis könnyen érdemelte ki a győzelmi koszorút. Korára való tekintettel még semmi erényt sem várhattak tőle, mégis mestere lett a tökéletességnek. Soha még mennyasszony nem ment úgy a menyegzős házba, amilyen vidáman és ünnepélyes léptekkel ő indult a kivégzés helyére. Fejét befont haja nem koszorúzta, de fel volt ékesítve Krisztus számára, nem ugyan virágokkal, hanem erényeivel. Mindenki sírt körülötte, csak az ő szeme volt száraz. Mindenki csodálta, hogy életét, amelyből még alig élvezett valamit, olyan könnyen áldozta fel, mint aki már mindent élvezett. Mindenki bámult, hogy már az Isten mellett tanúskodhatott, pedig koránál fogva még szava sem lehetett volna a bíróság előtt. Végül is elérte, hogy Isten ügyében hittek a szavának, pedig ember ügyében még nem hittek volna neki. Mert ami a természet erejét meghaladja, az a természet alkotójától van.
Hogyan ijeszgette a hóhér, hát ha megrémül? Hogyan igyekezett kedveskedéssel rábeszélni, milyen ajánlatokat tett, hogy még férhez mehet? De ő így felelt. Már az is méltánytalanság a jegyessel szemben, ha más jövendőbelire várunk. Azért leszek, aki már előbb engem választott. Mire vársz, hóhér? Hadd pusztuljon ez a test, ha olyan szemeknek is tetszhet, amelyeknek én nem akarom. Odaáll, imádkozott, és lehajtott a fejét. Csak láttad volna, hogyan remegett a hóhér, mintha ő lett volna az áldozat. Reszketett a keze, és belesáphat az arca annak a másik életnek az elvesztésébe, pedig ez a leány nem féltette a saját életét. Látjátok, ebben az egy áldozatban két vértanúság van, a tisztasági és a hité. Szűz maradt, és a vértanúságot is elnyerte, mondja Szent Ambrus püspök. És hát ugye ez az egész üldözési korszak úgy végződött, hogy ugye végül is a Jóistennek a nagy kegyelméből az egyik római császár, hát megtér. Megtörtént az, amit senki sem gondolt volna, senki sem remélt volna, de hát ugye nagy Konstantin császárnak, aki hát amúgy éppen olyan vérengző volt, mint a többi császár, mert azért ő is azért hát egy-két családtagot eltett lábalól, mivel hogy ugye hát a trónját veszélyeztette. Úgyhogy mi nyugati ugye keresztények ezért nem is tartjuk őt szentnek. A keletiek szenté avatták, mi úgy gondoljuk, hogy ez azért túl sok, tehát hogy ez nem fér bele az élet szentségbe. Annál inkább tiszteljük az édesanyját, Helénát, Ilonát, aki ugye hát már fiatal korától keresztény volt, és Konstantin apja, ugye őt eltaszította magától, elvált tőle, és hát éppen ezért, amikor Konstantin trónra kerül, akkor kárpótlásul az elszenvedett megaláztatásokért császár nénak, vagy illetve császár nőnek nevezi ki az édesanyját. És hát ez az Ilona, ugye hát olyan hatással van a fiára, hogy hát amikor egyszer egy nagyon válságos helyzetben, amikor Konstantinnak a trónja veszélyben van, hiszen ugye Maxentius trónkor követelő ugye kihívójaként lép föl, és készül a csata, akkor ugye Konstantinnak van egy álma, a legenda szerint ugye megjelenik az égen egy jel, az a bizonyos, ugye mi úgy ismerjük, hogy P meg X, ugye, de valójában ez Krisztus monogram, ugye egy hí meg egy ró, tehát Krisztus. És ugye azt mondja a hang, hogy e jelben győzni fogsz, in hoc signo vinces. És ezt a jelet Konstantin összes ugye katonának a pajzsára bevéseti, és ugye azt mondja, hogy ha győzni fogok, akkor annak az Istennek fogok szolgálni, akinek a jelét láttam. És hát ugye az édesanyjától tudta, hogy melyik Istennek a jele, ez a bizonyos híró monogram, és ugye megtörténik a csata 312. október 28-án, éppen nem sokára lesz ugye a évfordulója, Konstantin legyőzi Maxentiust, és ugye kiadja 313. februárjában a milánói türelmi rendeletet, ami ugye a közfelfogással ellentétben nem azt mondja, hogy a kereszténység az egyetlen megengedett vallás, hanem csak azt mondja, hogy ezután a keresztények is szabadon gyakorolhatják a vallásukat minden kényszer nélkül. Ugye itt van, és nem sokára befejezem, itt van egy részlet a milánói türelmi rendeletből. Most miután én, Konstantinus Augustus, mind én, Licinius Augustus, a társuralkodó, Mediolánonban összejöttünk, és a közjóléttel és közbiztonsággal kapcsolatosan minden kérdést megtárgyaltunk, egyebek között, amiket minél többek számára hasznosnak véltünk, elsősorban azt rendeltük el, amiben az Istenségnek kiáró tisztelet megnyilatkozik, hogy tudnélik, a keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon azt a vallást kövessék, amelyiket akarják, hogy akármilyen istenség van az égi székhelyen hozzánk, és minden alattvalónkhoz képes, és minden alattvalónkhoz kegyes és jóindulatú lehessen. Hát egy eléggé relativista megfogalmazás, de legalább
ugye nincs meg az a vérengzés és az a gyűlölet, mint a korábbi császárok részéről, hanem egy tolerancia van. És ugye Konstantin később egyre közelebb kerül a hithez, igaz, hogy halálos ágyán keresztelkedik meg, mert azt mondta, hogy hát azért a császári ugye, munkát azt elég nehéz tiszta kézzel végezni, az ember azért bepisztítja magát, tehát hogyha már ugye a keresztségben egy ilyen bónuszt kap az ember, hogy az összes eddigi bűne eltöröltetik, akkor én kihasználom, hogy a császári feladattal járó személyiségeket is elvégzem, és akkor halálos ágyomon megkeresztelkedem, és megyek egyenest a mennyországba, hogy ez volt az ő logikája. Hát egy kicsit ilyen számító, úgyhogy ezért is nem igazán szenthez méltó ez a gondolkodás, meg ugye belegondolunk, hogy az udvari püspöke keresztelte meg Nikomédiai Eusebius, aki ariánus volt ráadásul, és hát ariánusokról majd beszélni fogunk, mert ugye hát az egyik legnagyobb veszélyt jelentették a kereszténységre ott a 4. században. És ugye hát a Konstantin úgy gondolta, hogy most ne vitatkozzunk ilyen apróságokon, hogy Krisztus Isten volt, vagy nem volt Isten. Lényeg az, hogy elfogadjuk Krisztust. Tehát valami nagyszerű személy volt azért, hogy most, hogy mennyire Isten, vagy mennyire egylényegű az atyával, ezek szőrszálasogatások. Lényeg az, hogy egyezünk meg egy közös formulába, és béke legyen az a birodalomban, tehát ne legyenek vallási viták. Ez volt számára döntő, úgyhogy azt se bánta, hogy ariánus keresztelte meg őt halálos ágyán, de hát mégiscsak megköszönjük neki, hogy hát véget ért az üldözések évszázada. Aztán ugye például ilyet is csinált a későbbiekben, hogy kihirdette a vasárnapi munkaszünetet 321-ben, ugye megtiltotta a keresztre feszítést és a gladiátori játékokat, aztán ugye a klérusnak adómentességet biztosított, a püspököknek szenátori rangot adott és bíráskodási jogot, a keresztények kaphattak állami hivatalokat, és hát nem egy palotáját, például a lateráni palotáját átengedte a pápának, ugye? Tehát a középkor folyamán, tehát hosszú évszázadokig ugye a pápa székhelye a lateráni palota volt, amit nagy Konstantin császártól kapott, és ugye a pápa székhelye a mai napig, tehát a pápa hivatalos székesegyháza nem a vatikáni Szent Péter bazilika, az egy városon kívüli temető volt, ahol ugye hát Szent Péter sírja volt, hanem ugye a lateráni bazilika a világ minden templomának anyja és feje. Jövő szerdán, illetve két hét múlva szerdán lesz majd a lateráni bazilika felszentelésének az ünnepe. És aztán ugye, hát a Konstantin után az utódja, Julianus, ugye már keresztényként született, sőt, hát papnak szánták, és fiatal korában még a lektori fokozatot is elnyerte, de aztán hát gondolt egyet, hogy tulajdonképpen Rómának azért megy rosszul a sora, mert elhagyta a régi isteneit, és térjünk vissza a pogányságra. Tehát Julián, ezért mondjuk őt Julianus apostatának, vagyis hittagadó Julianusnak. Ugye például ilyen gondolata is volt, hogy mivel a keresztényeket tulajdonképpen egyre jobban szeretik, látják, hogy mennyi szegényt segítenek, hogy milyen szeretettel vannak egymás iránt, látják ugye, hogy milyen összetartók, milyen nagylelkűek még a pogányokhoz is, hát akkor parancsoljuk meg a pogány papoknak is, hogy foglalkozzanak karitásszal, meg ilyen szociális munkával, és akkor ugye hát, ha új életet lehelünk a pogány vallásba. De hát ugye nem sikerült a pogányságot visszahozni ugye az uralkodói pozícióba, hanem ugye Julianusnak a végső szava, amikor egy vesztes csatában ugye haldokolt, és azt írják az egyházatyák, hogy a vérét az ég felé fröcskölve vagy dobálva, azt mondta, hogy győztél, Galileai.
ugye Krisztusra vonatkoztatva. És utána az következő császár Jovianus már ugye a visz helyreállította a kereszténységet, és nagy Teodózius császár volt az, aki 392-ben kimondta, hogy a kereszténység a Római Birodalom államvallása, tehát hivatalos, kötelező vallás, a pogány kultuszokat betiltotta, és a pogányok egyre inkább visszaszorulnak a provinciába, az ugye falvakba, a vidékre, úgyhogy a pagus, ugye amiből a pagánus, a pogány ered, az annyit jelent, hogy vidék, tehát kis vidéki birtokokon, még vannak ilyen pogány cellák, pogány fészkek, de ugye hát a városok és a központi helyek azok már teljesen keresztények. Hát ennyi a keresztény üldözésről, és hát ugye aztán majd meglátjuk, hogy mégse volt azért, hogy mondjam, tehát végső soron többen mondták, hogy amikor az egyháznak túl jól megy a dolga, és túl elkényelmesedünk, akkor néha jól jön egy kis üldözés, hogy magunkhoz térjünk, és hogy ugye fölfogjuk azt, hogy hát nem babra megy a játék, hanem tényleg az örök élet az mindent megér, de végső soron tehát ezek javára váltak a kereszténységnek. De ami igazán veszélyes, ami ki tudja pusztítani gyökerében, mert mint a szó ugye belülről megrágja a hitnek a törzsét, ezek a belső tévtanítások, ugye. Úgyhogy a következő alkalommal az eretnekségekről fogunk beszélni, és ennek kapcsán, ugye, hogy milyen tévtanítások támadták meg belülről, tehát a papok, püspökök részéről a hitet és az egyházat, és aztán ennek kapcsán hogyan fogalmazódtak meg az első zsinatokon a mi hitünk alaptételei, többek között azok is, amiket a krédóban minden vasárnap mondunk meg, amiket ugye vallunk a Szent Háromságról, Krisztus istenségéről, emberségéről, a Szentlélekről, és tehát alapvetően a mi hitünknek a legalapvetőbb tanítása az első egyetemes zsinatokon. Hát köszönöm szépen a kedves figyelmet, és hát akkor már ennyi. Egy rövid imával megegyezünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mindenben kezdetben, most is, és hálát adunk neked, mindenható Isten, minden jó déteményedért, aki érzi, és uralkodó, mindörökkön, örökké. Amen.